János, köszönjük szépen, hogy vendégül látsz minket a Reuniva képviseletében itt a 12. kerületi lakásodban, mint elmondtad, 5 gyerek nevelkedett itt, akik már mind elhagyták a szülői házat, és most itt ketten vagytok a feleségeddel. Te magad 76 éves vagy, és 51 éve végezted el az egyetemet, és építőmérnökként élted végig az aktív életedet. Az apropója a beszélgetésünknek a Reuniva coaching tevékenységünk, amit a Széchenyi Egyetem égisze alatt folytatunk. És ennek ugye az a fókusza, hogy a nyugdíjba vonulás az nem jelenti a hanyatlás kezdetét, hanem éppen ellenkezőleg jelenthet új lehetőségeket, új elfoglaltságokat és új aktivitásokat is. De mindenképpen jelentheti a régieknek egy magasabb minőségű megtartását. És arra leszek kíváncsi ebben a beszélgetésben, hogyha beavasz minket, hogy ez nálad hogyan történt meg. Közben előzetesként, mint egy mondom, hogy sok hobbinak is hódolsz, ideértve a festészetet, legfőképpen is a modell vitorlás hajó építést és versenyzést mind az 5 osztályban, vagy a faragást, de még további hobbikba fogsz minket beavatni. Tehát mindenképpen azt látjuk majd, hogy egy aktív emberrel beszélgetünk. Nem is a múltról, nem is az aktív mérnöki időszakodról beszélünk, arról csak annyiban, amennyiben ott alakultak ki azok a szokások, amik tovább viszik a lendületet a nyugdíjba vonulás után, amit talán nem mondtam, de mégiscsak 75 évesen mentél úgy nyugdíjba, hogy kimaradt az életedből a napi rendszerességű munkába járás. Kezdjük is akkor ott, hogy akkor 65-től 75 éves korodig te rendszeresen munkába jártál, reggel fölkeltél, és egy héten valahányszor munkába mentél. Innen induljunk. Igen, úgy mentem nyugdíjba, hogy folyamatosan főállásba tovább dolgoztam. A Fömtervbe, amelyik egy 300 fős tervező szervezet, sajnos ma azt kell mondjuk, hogy a legnagyobb magyar tervező szervezet, mert a valamikori nagyobbak mind széttagozódtak és sokkal kisebbek lettek. Hát egy kiváltságos hely volt ez nekem. Mindig korábban jutottam a szamárlétrán előre, mint ahogy elvileg szokás vagy szerettem volna. Az a lényeg, hogy 90-ben lettem a cégnek a műszaki igazgatója, és végig az maradtam, közben 6 éven keresztül még elnök vezérigazgatói posztot is betöltöttem, de műszaki igazgatóként fejeztem be 50 év munkaviszony után. Ugyanennél a cégnél kezdtem, és ugyanennél fejeztem be, sehol máshol nem voltam. Kiváltságos hely volt, mert csupa, nagyon izgalmas, nagyon érdekes nagy munkán dolgozhattam, ami azért kevés mérnöknek adatik meg, ez a Fömterv specialitása. Ez a valamikori fővárosi tanácsnak volt a tervező vállalata, aztán privatizálódva, most is és mai napig is azért elsősorban a fővárosnak a tervező cége, független attól, hogy ez most már egy önálló magánrészvénytársaság. János, jól foglaljuk össze, hogy te igazán minden nap szeretnél fölkelni és elindulni dolgozni? Én nem mentem dolgozni, én hobbizni jártam erre. Csak fizettek a hobbidé. De fölkeltem mindig rendesen, és elég sokáig bent maradtam. És ezt hagyjám azért az éjszakáim, meg a hétvégén fejbe mindig a céggel foglalkozom. Okay. Mert ezt az időszakot gyorsan át kell haladnunk, azért megyünk ilyen lólépésben, hogy akkor eljutottunk a 65 éves életkorodig, amit egyébként fizikailag, szellemileg megfelelő fitségben értél el, és akkor voltál éppen műszaki igazgató?
Vagy akkor 65 évesen pont elnök vezérigazgató voltam, de aztán sikerült átadnom utódomnak, és utána átvett a dolgot, és én visszamentem a korábbi terepemre, a tervezésre műszaki igazgatóként. Tervezés volt a mindenem. Alkotás, kitalálni dolgokat. Tehát ez foglalkoztatott, és a nagyok, az összetett munkák voltak az alap. Változott ez a végrehajtó munkavégzési képességet, hogy élted meg mondjuk 55-től kezdődően 65 után? Hát biztos, hogy a végére lassultam, és butultam, ez is biztos. Hát az a 75, igen. De ugyanakkor abból éltem, hogy 50 évnyi életét végiglátni egy cégnek, ahogy ezt szokták mondani, én láttam még Lenint. Tehát rengeteg olyanról tudtam, amiről a fiatalabb korosztályok nem, és egyfajta, túl azon, hogy főnök voltam, egyfajta ilyen tanácsadói szerepem is volt, hogy igen, már ilyet is terveztünk, keresd meg itt és itt, és meg fogod találni, és vedd abból a tapasztalatokat. Mondhattam ezt bárkinek. És mivel a mi szakmánk mindig olyan volt, hogy amiről az egyetemen kijöttünk, az egy fél tudás se ért. A többit azt a életbe kellett összeszedni. Az idősebb kollégáktól, a tapasztaltaktól, az internetről, egyáltalán a munkavégzés közben, régi tervek megismeréséből, külföldi példákból. Tehát nagyon sokat ér az, hogy ez egy jó iskola volt, én egy jó iskolába jártam a munkavégzésbe kezdetben, és aztán a végén jó iskolát tarthattam, talán kicsit nagyképűen ezt is mondhatom. De nem nagyképű. Végülis akkor úgy tudjuk összefoglalni, hogy te, neked a hobbid volt a munkád. Ez a lényeg. És ez borzasztó lényeges dolog, hogy ne keserű szájízzel, kötelezettségből csak a pénzszerzésért vagy menjen az emberbe, hanem élvezze azt, amit csinál. És én élveztem, mert csupa nagy dolgok születtek, megépültek, közön volt hozzá. Én tudom, hogy mit találtam én ki benne, vagy mit merre felé tereltem, vagy kik csinálták, kinek milyen szerepe volt. Ez borzasztó sokat adott, és ez egy igazi, ugye egy mélyépítő, tervező cég, az sok szakág együttműködését Bilágos jelenti, és ebből eredően ezt mindössze kellett fogni, nekem ez volt. Többet nem fog tudni beszélni, mert ez nem ennek a beszélgetésnek a témájás fókusza. Ezt az időszakot milyen sportolással, milyen sporthátteret van? Én sok mindenen mentem át. Kezdetben, serdülő éjfjakoromban elég jó atléta voltam. Dobogon álltam rendszeresen a magyar bajnokságokon. Maga én 187 centi vagyok, de 15 évesen 180 centit ugrottam magasba. És rudugrással foglalkoztam a kezdeti üvegrúdas időszakba. Bátyám magyar csúcstartó volt, és ennek a nyomdokain egy darabig mentem. De azt is fel kellett mérni, hogyha én azért mérnök akarok lenni, és komoly mérnök, akkor nem lehet a sport a főterepem. Egyetemista koromban vitorláztam, mégpedig jólékon, repülő hollandin, finn jólén, kalózon, és ez a mai napig egy fajta szenvedély, bár amikor abba kellett hagyni, mert korán házasodtunk, és korán születtek a gyerekek, és vitorlázás család mellett az ne lehetetlen, tavasztól őszig a Balatonon nem lehet lenni, meg a munkavégzést se lehet csinálni, ezt abba kellett hagyni. Szerveztem egy kosárlabda csapatot a cégnél, és ilyen Budapest első osztály szinten, figyelve, hogy nehogy az MB2-be följussunk, az már vidékre járást jelent, kosaraztam. Hát hosszú ideig így versenyszerűen, de még 65 évesen még azért ilyen heti kétszer még eljártam kosarazni. Ez nagy élmény volt, kollégákkal a végén, fiúk, lányok vegyesen, olyan igazi örömjáték. Ott tudtunk csinálni. De közben a gyerekeimmel, akik ezt, ha én a kosárlabda pályán vagyok, ők csak ülnek a padon, ez nem működött, elkezdtünk tájfutni. És 25 éven keresztül tájfutottunk az összes gyerekemmel együtt. Én elég gyenge voltam ebből, mert nem a hosszú távfutás volt az alapja az életemnek. Mi a tájfutás lényeg egyébként? Erdőbe eldugott bójákat térkép alapján megkeresni, és ebbe az a jó pofa, hogy egy
versenyen egyszerre indulnak a 9 évesek és a 80 felettiek, mindenki más pályán, de ugyanabban az erdőbe, mindenkinek más a pályája, össze-vissza fut látszólag mindenki, de együtt van a család, előtte, utána, hétvégéken sátrazás valahol a Zemplénbe, vagy Sopronba, vagy a Mecsekbe. Ez egy ilyen nagyon jó országismerő dolog is volt, és hát komoly sport a maga módján, ha lehet, ha komolyan csináljak. De lehet nagyon amatőrön is csinálni, ajánlom mindenkinek, még időseknek is, mert senki se tudja, hogy én hanyadik vagyok. Az előttem elment 6 perccel az a kézi ellenfelem, és mögöttem jön esetleg 6 perccel. Senki se tudja az erdőben, hogy az első vagyok, vagy az utolsó. A célra annyi erőm meg mindig van, hogy célba még tudjak futni valahogy. De megtalálni az erdőt, igen, megismerni, megtalálni, ez egy nagyon jó dolog. Mennyi ideig volt jelen az életedben ez? Ez olyan 25 éven. Ja, ezt mondtad is, hogy 25 évig. 25 éven keresztül odáig vittem. Havi milyen elfoglaltságot jelentett? Hát azért ez a mi a versenyeken rendszeresen részt vettünk, tehát havi 2-3 hétvége versenye ezzel ment el. Hétvége? Igen. Havi 2-3? 2-3 25 hétvége. 25 éven keresztül? Hát komolyan csináltuk, mert egyik lányom magyar bajnok volt, éjszakai tájfutásban, még ifjúsági korában, de a többiek is jól csinálták, úgyhogy ezt úgy. És ez feleségestül együtt csinál? A feleségem miután elunta, hogy mi csak elmegyünk és sárosan hazajövünk, ő is beszállt a csapatba, és ő is űzte ezt a dolgot. Mindig mondta, hogy ő csak tájékozódni, meg futni nem tud. Azért egész jól csinálta, és élvezte komolyan. És ezt időskorig lehetett csinálni. Nekem tulajdonképpen a szívem ütött ki abból, hogy nem tudtam folytatni már 60 környékén, abba hagytam ezt a dolgot, de közben azért térképeket helyesbítettem, versenyeket rendeztem, térképeket rajzoltam, tehát volt ennek még egy ilyen nagy szervezési, organizációs része is, komoly klubba csináltuk. Ez tulajdonképpen egy másik közösséget is jelentett neked a munkahelyi közösségen kívül? Kívül ez egy komoly sportközösség is, eléggé családias, akik egy nyári, egy hétig tartó versenyen együtt sátraznak ezren. Az egy igazi nagy közösség, szóval ez egy ilyen jó játék. És akkor ebből 60 éves körül 60 éves korunkból ki? Abba kellett hagyni, mert nem egészségileg nem bírtam tulajdonképp. És akkoriban kezdtem el a modellvitorlázást. Régi vitorlás. Tehát még aktívan dolgozol ezen a hobbi alapú munkáddal. Ezek a hobbik mind mentek a munka mellett. Napi 4-5 órás munkánál többet nem jelentett számodra, ezért maradt sok időd az egyéb hobbikra. Jól gondolom? Nem jó. Gondolod, napi 10 óra volt körülbelül egy vezető beosztásban a fönterben működni. De akkor hogy fért ebbe utána bele? Hát keveset aludtam viszonylag, és azért a hétvégék erre mentek. Az más kérdés, hogy az hétvégi éjszakák is hétfőn vezetői lesz, meg kell beszélni az egész cég dolgát. Az ember agya már akkor azon járt, és azt rakta össze. De ment. És ott tartottunk, hogy akkor bejött az életedbe a vitorla. Bejött a modellvitorlázás, ami ugye a mérnökök szeretnek alkotni. Ebbe ez már erősen ezt mondják benne magukról, volt. Igen. Ebbe ez is benne van, meg benne volt kicsit a régi vitorlás múlt is, ugyanaz a versenyszabályok, ugyanaz az egész rendszer, csak ez picibe van, és én a parton állok, és nem ülök a hajóba. Ez nagy különbség persze, de mégis valahol az alapelve ugyanaz, és ugyanúgy élvezetes tud lenni. Ez egy szűkebb, de megint egy közösség, amelyik összedolgozik, nincs túl sok majd modellvitorlázó, úgy 50 körülbelül az egész országba. Egy versenyen ilyen 25 összejön, akkor az egy már jó verseny. De hát ezen a rendszerben azért eljutottam a tengerre is, horvátokhoz, igen, olaszokhoz. Úgyhogy ez még egy külön élmény, hogy ez is megy vele, mert ez sportot... már az aktív időszakodba bekapcsolt az életedben. Hát az aktív időszak legvégén. Mármint az úgy aktív, hogy igen, még a nyugdíj igen, előtti időszak. Nyugdíj előtti időszakba, vagy nyugdíj körüli időszakba elkezdtem, és azóta csinálom, és ezt lehet, ameddig járni tudok, addig ezt fogom csinálni. Úgy igen. érzem, mert ez egy
A beszélgetésünk későbbi részében majd meg is mutatod nekünk, hogy milyen fázisokon megy ez keresztül, és hogy ez mit is jelent. Fogod majd mutatni, hogy mely hajó osztályokat csinálsz te, és melyeket, mert mind az öt osztályban, ha jól értem. Versenyt. Öt osztály van, amelyikben versenyt. És ez most mennyi? Mennyit viszel a napjaidból? Nem sokat, sajnos. Nem sokat, mert egyedül nem megyek kivitorlázni, tehát csak a versenyek vannak, és a versenyek főleg tavasszal és ősszel zajlanak. Nyáron ez a csapat is azért inkább a igazi vitorlásokkal gyakorlatozik, és azt élvezi, a modellvitorlázás inkább a télen is zajlik a Városligeti melegvíz részen, amelyik a megmaradt kis vízfelület, azon is rendszeresen találkozunk. De ez egy jó játék, és én nagyon élvezem. Ebbe voltak jó eredményeim, illetve vannak is jó eredményeim. Jellemző például, hogy bejött egy új hajóosztály, mindenki, egész kevés előírásra mindenki elkezdett ilyen hajót gyártani és tervezni. Én is terveztem egy hajót, és hát én vagyok a tervező mérnök. A hajóm annyira jó lett, hogy simán magyar bajnokságot nyertem vele az első alkalommal. Utána a sablonomat odaadtam mindenkinek, és úgy lettem a következő versenyen 6. mint a pinty. De boldog voltam, mert csak olyan hajó vert meg, amelyik az enyém volt, vagy az én tervem volt. Azóta aztán persze továbbfejlődtek ezek a hajók, ma már még fejlettebbek vannak. Most is gyártok még hajókat, mindig megpróbálom a jobbaknál is jobbat csinálni. Ezek már nagyon, nagyon spéci anyagok, szóval kevlár és szénszál, epoxi laminát dolgok, egész különleges berendezésekkel, de egy nagyon érdekes a készítése is, meg aztán a versenyzés is. Nyilván így elhallgatva téged óhatatlanul fölmerül, hogy ugye most divatos fogalommá vált a flow élmény átérése, hogy nyilván hallottál róla, ezért nem terhellek, hogy most az értelmezését elmondjam, de majd a válaszokból kiderül, hogy egyformán gondolunk erre. De akkor ezek szerint neked számtalan olyan tevékenységed van, amelyben úgy bele tudsz feledkezni, eltűnik az idő, és igazából kihívás, de nem megoldhatatlan kihívás a számodra. Illetve olyanokba vágok bele, amiben úgy érzem, hogy valahova el tudok jutni értelmesen, vagy megfoghatóan. Hát ez a modellvitorlázás, ez egy nagyon olyan mérnököknek való sportos dolog, idősen is lehet csinálni, ez egy tökéletes. De hát hobbi rengeteg más is van. Én azért munkavégzési időszakomban készültem a nyugdíjas korra, egyértelműen. Tehát legyen majd akkor mit csinálnom. Hát egyrészt itt van a mérnökkamara, melyikben azért elég sokszor tisztséget töltöttem be, és még ma is tanácsadóként, külső anyagkészítőként működök. Mai napig is még azért konferenciákon előadtam, több minden olyan témát dolgozhattam az utolsó időszakban, ami még sokáig élni fog, még sokáig lehet beszélni róla. A fő területem az a hidakkal indult, elég sok budapesti hídhoz volt közöm, a végére aztán teljesen a metróra és az alagutakra formálódott át. Ez is egy olyan megszerethető, még a szakmán belül is olyan megszerethető témák, hogy ez jó dolog. De azért a sportmúltból és a tervezésből. Én terveztem a leégett, majd az utóna épült Puskás, szóval a sportarénának, a Pap László arénának a fedett atlétikai pályáját, ami egyrészt az atléta múltomhoz kötődik, hogy tudom, hogy miért kell ilyet csinálni. Másrészt a hittervezéshez kötődik, hogy ezek a pályák döntött pályák, emelt kanyarral, és én hoztam be azt, hogy ezek nem ovális pályák, hanem van bennük egy olyan ív, ami folyamatosan változtatja a görbületét, hogy legyen idő az atlétának
Viszintesről a Ferde helyzetbe eljutnia. Aha. Összetartozó legyen a mindenkori döntés és a mindenkori sugár. És ez nem volt az előtt, és nagyon rossz eredményeket futottak, akik körpályán futottak a fedett pályákon. És amikor az első ilyen pálya megépült a hidaknak a módszerére, ugye az autósok ismerik, hogy ahhoz, hogy én egy kanyarba beforduljak, tekerni kell a kormányt. És amíg tekerem a kormányt, akkor nem félkört írok, hanem egy folyamatosan változik a sugara. Ugyanezt az elvet kellett az atlétikához is behozni, pontosan, hogy folyamatos legyen a változás. De egy szabványt is kellett módosítani? Ennek én írtam meg utána a nemzetközi szabványát. Amit az atlétikai szövetség... Amit a nemzetközi atlétikai szövetség utána kiadott a világon mindenhol, hogy ez nem úgy szabvány, mert minden a csarnok más méretű, tehát nem ugyanazok a számok. Van benne mintaterv, a budapesti csarnoknak a mintaterve, de hogy ez, az elve benne van, hogy kell ezt akkor csinálni, és kihasználni a pályának milyen dolgait, hogy ez egy jó rendszer legyen. Az elsőnek megépült pályámon rögtön két világcsúcsot futottak, tehát ez fényesen bizonyította, ekkor jött a Nemzetközi Szövetség, hogy na, akkor mutassuk már meg ezt a pályatervet. Uh-huh. Azóta sok épült belőle, Athénbe például. És valahogy hordozza ezt a te nevedet? Tehát mondjuk az atlétika világában a futók ágon az, hogy Schulegféle kanyar, az mondva. A Nemzetközi Kézikönyvben most ez így benne van. Ez, hogy mondjam, ezt azért sokkal korábban kitalálták az autópályák tervezői és a hidaknak a tervezői, csak nem vitte át senki az atlétikába ezt a tudást és ezt a programozást. Ez egy nagyon korai gépi programokból kellett ezt még megoldani, de sikeredett. Világos. Aztán még szétszedhetővé is kellett tenni, ez még egy külön nehézsége, hogy darabokba szedni és utána összerakni, mert ez... Egyszer benn van a stadionban, de hát ott lesz utána más sportágok mennek. Na ezek, tehát a hobbinak és a szakmámnak, az hobbijaimnak az összekötése azért az mindig fontos volt nekem. Tehát, hogy térképet rajzolok, az egyben segít az egész gondolkodásba, akár csak egy városon belül, és hogy ez hogy van és mint van. További hobbiaid is vannak, amikről mi beszéltünk korábban, ugye ide tartozik a festés, az mikor jött hát az életed? 70 éves születésnapomra kaptam egy festőállványt a gyerekeimtől. Tehát ez relatíve új. Ez teljesen új ilyen értelemben, hát 6 éve kezdtem el egy, én sose festettem azelőtt, műszaki rajzokat készítettem, de nem festettem. Kicsit úgy hápogtam, de a gyerekek azt mondták, hogy most már lassan nyugdíjas leszel, kezdj el festeni. Ez nagyon jó ilyen értelemben, mert mégis egy lehiggadtabb dolog. Sose fogok megtanulni festeni, de tanulok festeni magamtól. Nem járok el tanfolyamra, mert a hobbinak az a lényege, hogy én gyötrődjek meg mindennel. Lopom az ötleteket, keresem a stílusomat, keresem az anyagismeretet. A jobb képeimet elhordják a gyerekek állandóan, vagy rendelnek, ez is elég gyakori, úgyhogy már vagy 50 képem szerte szana, de azért egy pár maradék itthon is van, hát és ezeket szeretem. És meg fogok festeni, mert ez az, amit tényleg az embernek van egy szabad órája, már hozzá tud ülni. Milyen az idő... A metszetedben hogy van ez benne a festőben? Nem olyan, nem, hogy leveszem, mint a könyv, olvasom, azt visszarakom, hogy rá kell fordulni. Azért az úgy, erre azért egy kicsit be kell öltözni, meg ki kell keverni dolgokat, stb. De inkább arról van szó, hogy van egy hét, amikor most a festés izgat. Most van egy hét, amikor a hajómodellezés izgat. Most van egy hét, amikor a kések nyelének. Oké, arról is beszélünk, de most ez jó mérnök... Természethez illően ez előre tervezett, vagy csak úgy ébredsz fel, hogy akkor ez a... Ez adódik. Mi izgat? Valami, lett egy új ötletem, hogy láttam egy jó képet, valami ilyesmit én is tudnék csinálni.
akkor elkezd a festés. Éppen, tehát ez nem tervezem. Nem tervezem meg előre a dolgokat, ez pont megint az élmény benne. És akkor ezbe is úgy bele tudsz feledkedni, ilyen a flow szerűen. Hát feleségem nincs itt szerencsére, szóval igen, ilyenként nem hallom meg, hogy mond-e valamit esetleg, mert most akkor abra kell koncentrálni, de mindig szabad terepen volt arra, hogy tudtam a hobbiaimra időt szánni. Szóval a gyerekeim felnőttek, itt voltam velük, de azért volt anyjuk, aki nevelte őket, és sokat törődött velük, és most az unokákkal is ő törődik, én azért jóval kevésbé. Maradtak azért még mások is. Ha nem megy a tájfutás, van a Nordic Walking. Erre elég rendszeresen eljárunk. Az is csoportban? Vagy? Van egy csapat, akit két hölgy szervez és vezet, kinézi a túrahelyeket, ott vezet, szállást foglal, szervez, minden évben csinál egy nagyobb, több kisebb túrát, egy nagyobb, idén például a Gardatónál egy hétig hegyet jártunk ezzel a 30 fő körüli Nordic Walkingos csapattal. Futni már nem kell, ez jó, de ez megy. És ezt nagyon élvezem, hogy még viszonylag magasba is föl tudok jutni. Az zavar egy kissé, hogy nálam 5 évvel idősebb hölgyek időnként úgy elhúznak mellettem, de ők rendszeresen edzenek, én csak eljárok erre. Nincsük a két másik hobbitot, az a késgyártás és a fafaragás. Ezek hát hogy a fafaragás régi. Alkotni. A kezem járjon. Ez egy fontos dolog volt. És ebből a faragás az egyik legkönnyebben elindítható dolog. Szinte egy késsel is el lehet csak kezdeni, de hát aztán lett faesztergám, különböző fűrészeim, csiszolóim, mindenféle. Egész jó kis műhelyt összeállítottam ebből. Bútorokat gyártottam kezdetben elég sokat, mert azért pénzük nem igen volt, és kezdőként... De azokat is édes egyedül? Egyedül. Uh-huh. Ezeket egyedül, igen. Uh-huh. Jó, ez hozzátartozik, hogy anyám, aki a képzőművészetit végezte, ő már 5 évesen azt játszotta velem, hogy építő kockákból megépítettem én valamit, és akkor ő megmutatta, hogy az hogy kell lerajzolni alaprajzba, metszetbe, homlokzatba. Aztán ő rajzolt valamit, és azt nekem meg kellett építeni. És ez az egész elindított egy ilyen, ezért kerültem erre a pályára. Erre az egész pályára. Hány éves volt ebben? Hát hány éves voltál? Én hamarabb tudtam mi az, hogy alaprajz, meg metszett, meg homlokzat, mint hogy írni tudtam volna. Aha. Szóval ez egy nagy segítség volt. Anyámnak ez nagy érzéke volt, hogy a 8 gyerekéből mindegyikből azt szedje ki, amit mind más lett, mind más terepre ment, de mindegyik arra, ahol igazán ugye a helye volt. És ez az ő nagy képessége volt, és ez engem nagyon megalapozott. Tulajdonképpen végig utána ez a gondolkodás. Építésztechnikumba jártam középiskolába. Ott is az ágyszerkezetekkel, szóval sok mindennel találkoztam, ami megindította ezt a csináld magad. Itt ezt az ajtót befalasztam, mert én falazásból, vakulásból érettségiztem. Hát ezek így tartoztak. Aposom nevetett rajtam, hogy majd kibontom, amikor az a szoba is a miénk lett. És csak akkor bontottam, és nevetett rajta. Szóval, de igen, ezek mentek, ezek a kész dolgok. Hozzáépítettünk a házhoz fából, annak a nagy részét én csináltam. Ágy szerkezetét is, asztalos szerkezetét is. Ez mindig, nem szerettem nyugton maradni. Igen, kevesebbet olvastam egy idő után, kevesebb időt szántam olyan dolgokra, mert a tévét azt sose nyitom ki, de valamit csinálni, ez mindig nagyon izgatott. És ez tulajdonképpen megmaradt a 75 éves, vagy a... Ez nem múlik. Ez nem múlik el. A kollégaimon nagyon jól láttam, hogy aki nyugdíjba megy, az két fő csoportra osztható.
Az egyik, na végre nyugdíjas lettem, nem kell dolgoznom, leülök a tévé elé, vagy a számítógép elé, és így konyul lefelé. Fél év után már... Már érezni. Nyugdíjas találkozót mindig tartottunk, és pontosan lehetett érezni, hogy ki az, aki már lassan jön be, már olyan beszédele lassul minden. Igen. A másik fel a társaságnak pörög ugyanúgy tovább, mint addig életébe, nyüzsög, mozog, tartja ezt a viszintest. Nyilván ott is lesz majd egyszer egy konyulás, de az sokkal később lesz. De hogy még ő a platón van. De még, és kitalál mindent. Rengeteg hobbi van. János, azért, de... mert én ebben így gyakorolok, ezen kívül van még 20. Nyilvánvaló. De és... azért azt szögezzük le itt elvére, hogy ez nem a másik fele. Ez a másik része. A másik kisebbik hányada. Hát az elég baj, hogy igen, lehet, hogy a kisebbik hányada. Hát az biztos, hogy nem a nyugdíjban fele lesz, marad aktív, az én neked itt most nagy tételre fogadom. Igen. Na most most abban aki... a mintában, amire te hivatkozol, mert mondod, hogy ti tartottatok ilyet, ott is ez, az mégis egy mérnöki közeg, ha jól értem. Igen, hát egyrészt már az, hogy ki mennyit dolgozt, nálunk nem küldtek el nyugdíjba soha senkit, mert bőven volt mindig munka, inkább kevés volt az ember. Tehát dolgozhatott tovább. És már itt oszlott nagyon erősen a társaság, hogy amelyik napon betöltöm a nyugdíjkort, ott elmegyek. Vagy hát minimum még egy-két-három évet, vagy még valamit, vagy még érdekel ez a munka, ezt befejezem. Ez meg egy egész más hozzáállás tulajdonképp, aki igen, így megy. Aki nem végzett társadalmi munkát, azt már nehéz nyugdíj után elkezdeni, de ha valaki közben csinált, akkor azt könnyű folytatni, mert kamarában 80 évesen is lehet ténykedni, minden további nélkül. De vissza is lehet járni egy céghez tanácsadóként, részmunkát megoldani, bizonyos dolgokhoz én értek a legjobban, azt még csinálom tovább. Ez nagyon hozzáállás kérdése, és tényleg egyértelmű, en látszik a leépülés vagy a nem leépülésnek a különbözősége, az szerint, hogy ezt valaki hogyan csinálja. Most, bocsáss meg, vissza kell térni hozzád. És azt szeretném firtatni, hogy ugye most te nem 65 évesen mentél nyugdíjba, hanem 75 évesen. Gyakorlatilag te ebben a tekintetben, miután most vagy, nem, miután most te 76 éves vagy, te friss nyugdíjasnak vagy tekinthető. Igen. Lényegében igen. Tehát te 75-ig kitoltad az aktív időszakodat, mellette csináltad a hobbiaidat, készültél a nyugdíjas időszakra. Mi jellemzi most a nyugdíjas időszakodat aktivitás szempontból? És itt a Reunivánál mi ezt a hasznossági élmény fogalmat gondozgatjuk nagy óvatossággal, hogy ez kell a mi felfogásunk szerint ahhoz, hogy igazán autonóm, balanszos, minőségi életet tudjunk élni. Tehát ha megvan az egészség megtartottsága, van egy anyagi biztonság, akkor ahhoz, hogy minőségi életként élhessem meg a mindennapjaimat, már a visszavonult időszakban is, valami hasznosság élményt meg kell élnem. És e körül tapogatózunk, és erre gondoljuk a mi coaching tevékenységünket is fölhúzni, és azra vagyok kíváncsi, hogy te hogyan gondolkodsz erről. Hát a hobbik kitöltik azért a legfőbb tevékenységi körömet, vagy vágyamat. Hiányolok valamilyen enyhe, közösségi, komolyabb ténykedést, mint amit csinálok, kéne. Mert az egy dolog, hogy azokban a közösségekben, ahol tartozom, és több ilyen van, ott elvállalok előadást, elvállalok vetítéseket, elvállalok alkalmi szervezéseket, de ebben a téren tehetnék többet. A kamara egy ilyen, amiben igyekszem is, azért most volt sok olyan izgalmas kérdés, ugye politikai, gazdasági váltási időszakot élünk olyan értelemben, hogy mire telik pénz, mire nem telik pénz, programokat kéne újraírni. Ezükben ténykedtem is, és letettem egy-két ügyet, hogy most nincs a legnagyobb dolgokra pénz. Én
voltam ennek a Dunalagútnak az egyik vezére a tervezésnek. Ez biztos, hogy nem fog épülni. De volna, amit lehetne építeni, még kis pénzből is, mik ezek. Tehát ilyeneket összeszedni, ez a szakmámhoz kötődően egy tovább tevékenység. Azt, hogy a fönterve munkahelyemre visszajárjak, azban nehézség van. Én műszakigazgató voltam, tehát mindenről tudnom kellett a cégnél. Ezt nyugdíjasként kívülről nem lehet csinálni. Tehát elmehetek egy valami speciális témában egy tanulmánytervet írni, amihez én értek, de az az igazság, hogy a speciális dolgokból annyi jó ember van, mint a csuda. Az összefüggő dolgokból van kevés, ott viszont így kívülről nem lehet ténykedni. Előadásokat tudok összerakni, mert sok minden olyan gyűlt össze, most legutóbb Széchenyiről, Barosról és a 19. század közlekedés fejlesztéséről, fejlődéséről tartottam előadást. Ezek mennek, és ilyen, ha van, ilyeneket még fogok csinálni. Lánchiddal elég sokat foglalkoztam, bosszant sok minden ennek kapcsán. Tehát ez jó, és ez van, de nem ténykedtem szociális jellegű önkéntes munkában, pedig lehetett volna. Most akár arra gondolok, hogy vőim kijártak a ukrán menekült indító időszakban a reptérre, meg a keletibe, hogy irányítsák valahol és segítsenek. Ilyeneket tehetnék és tehettem volna. Nem tettem, ez hiba. És tudom ajánlani mindenkinek, aki eléri a nyugdíjkorot, tehát keressen ilyet. Egy faluba, ahol nincsenek műszakiak általában, és van egy nyugdíjas mérnök, az az önkormányzatnak óriási segítség lehet. Nem feltétlenül pénzért, önkéntesként. Ma ez egy nagyon fontos része a világnak, hogy önkéntesként ténykedjünk. Igen, elmehetnék árvízi akárkinek. Én 70 éves koromig a katasztrófa védelemnek voltam statikus, ilyen önkéntes szakértője. Amikor volt egy tűz, akkor kihívtak, hogy most ki kell telepíteni a fölötte lakókat a kiégett lakásnak, vagy nem kell, vagy nem, kínos dolgok voltak, és izgalmas dolgok, és ezt csináltam, és boldogan csináltam, mert ennek volt haszna. Most ezt 70 fölött már nem csináltam, és ez egy kicsit baj, mert tudnám csinálni még. De János, az a kérdés akkor már, hogy ha úgy értékelni kellene a saját kondícióidat, akkor mondjuk fizikai fittségedet hova tennéd ahhoz képest, ahova szeretnéd, hogy pozícionálhass? Nézd! Egytől tízes skála. Mindkét térdembe protézis van, a kosárlabdának meg a tájfutásnak köszönhetően. Ettől függetlenül tudtam most idén 5 nap egymás után olyan 14 kilométert a magas hegyekbe gyalogolni, 4-500 méter szinttel. Tehát ilyen értelemben jó. Rosszul úszom, mert ezek olyan nehezek, hogy egy darabig nem értettem, hogy miért nem tudok úgy úszni, mint korábban. Hát ez 9-szer akkor súlyú, mint ami a csont volt eredetileg a helyén. Ilyenek vannak, de nem panaszkodom, egyáltalán nem panaszkodom, mert az, hogy ennyit tudok gyalogolni, ennyit tudok mozogni. De most végülis milyen rendszeres mozgás van az életedben? Hát a Nordic Walking egyfajta rendszeresség. De mit jelent? A úszás, hát 2 hetente egyszer, mondjuk így, az jót tesz egyértelműen, és csinálom. Sízek még mindig. Még mindig? Ezekkel a térdekkel is én még minden télen egy hetet síeléssel töltök, mert ez egy nagy élmény. Elég jól síeltem. Gyáva lettem persze ezekkel a térdekkel, de akármilyen pályán lejövök, csak lassabban. Ennyi. Világos. És ezt csinálom, mert ez együtt van a nagy családdal. Most 31 fős a szűk családom. És ezt én minden télen egy hétre elviszem ezt a társaságot valahova, osztrákokhoz vagy az olaszokhoz. És
Ez olyan jó együttlét, olyan fontos a családnak, mindenkinek és nekem is. Hát igen, ezek az intergenerációs kapcsolatok, ezek rettentően fontosak. És jó, már nem tudok és nem merek egész nap síelni. De egy napi 3 órát folyamatosan nyomva, az még megy. És ezt élvezem. Uh-huh. Sífutni is eljárok, az csak hó nem volt idén szinte semmi. A lesiklást meg nem adom föl a futólétszér, úgyhogy ezt akkor ez nem most... megy egy fontosabb. Jánosz. Nem mozgok eleget. Ezt akartam kérdezni, de most, ha csupaszítjuk a kérdést úgy, hogy egyébként ilyen kondícióban, mentális, fizikai kondícióban lévő és életkorban lévő embert, ha nézzük, akkor mondjuk 130 perces közepes intenzitású mozgásra egy héten szükség lenne, abból te mennyit tudsz teljesíteni? Hát ennyit teljesítek. Na. Tehát minimum egy Hárshegyi kört, vagy egy Jánoshegyre fölmenetet. Azért azt igen, jó. Ennyit teszek. Akkor menjünk tovább. Nem eleget, többet kéne. Egy kicsit élek a régi sportból. Tehát ez az, azt hogy én sportoltam, végig sportoltam valamilyen igen, szinten igen, az életemet, ennek van egy nagy hatása. Ezt nehéz nyugdíjasként elkezdeni, nem olyan könnyű. Van, aki futott korábban, azt fog tudni futni, de ha nem futott korábban, nem fog tudni. Uh-huh. 60 év fölött ne kezdjen el síjelni, de sífutni minden további nélkül. Nordic walkingozni, uh-huh. ahol nem az a lényeg, hogy gyalogolsz, hanem hogy az egész vállad, kezed megmozgatja, mert a bothoz komoly használata besegít az egészbe, és úgy is kell csinálni, hogy dolgozzon. Ezt még 60 fölött, 65 fölött simán lehet kezdeni. Úszni, ha valaki nem tudott úszni, nem fog megtanulni 65 évesen, de ha úszott, akkor azért elkezdhet rendszeresebben úszni. Hát ha olyan helyzetben van, igen, de most rólad beszélünk még mindig. A táplálkozásodra figyelsz-e, és ha igen, akkor milyen szempontból? Hát cukros vagyok, tehát táplálkozásnál figyelnem kell arra. Ez a kettes típusú cukor. És hány éve? Ha ez nem... 5 éve kezdődött. Tehát nem régen? Nem régebben. Egy 5 éve kezdődött. Kifejezetten vigyáznom kell, gyógyszert szedek rá, uh-huh. és eljárok időnként orvoshoz. Ez akkor tulajdonképpen a táplálkozási... Befolyásolja, tehát egyfajta segít a dolgokon, és igen. Ez is fontos. Hogy a súly. Igen. A jól súlyról beszél, de a súlyt azt látjuk, azt majd ugye még firtatjuk, hogy a test alkatodat, a mostani testi állapotodat szintén hova pozícionálod, mennyire tekinted magadat túlsúlyosnak, vagy sem. Hát egy 6 kilóval több uh-huh. vagyok, mint de akkor nem kórosan, hanem... Nem, de ennyi, és az rossz helyen van, tehát igen, ez a szívemet uh-huh. igénybe veszi. Igen. Táplálkozás. Azt beszéltük, az alvás, bocsánat. Jól alszom. Az azt jelenti, hogy elaltatás és átaltatás segítés nélkül? Minden segítés nélkül, de későn fekszem le, tehát jellemzően ilyen éjfél-fél egykor, uh-huh. és kelek 6:30 körülbelül. Tehát óraszámra nem alszom sokat, de azt alszom, és jól alszom. Ezzel nincsen problémám. Ezt megint egy kicsit a sportra vezettem olyan uh-huh. értelemben vissza, a régi sportra, sajnos nem merek a mai sportra hivatkozni, csak uh-huh. a régi sportra merek, ennek azért megvolt a maga hatása. Uh-huh. Ez nagyon kritikus munka végzési időszaktól eltekintve mindig jól aludtam. A nagyon izgalmas munkáknál az egész éjszaka végig kísért jellemzően. Az ember agya jár, és megoldja a problémát, és reggel rájön, hogy hülyeséget oldott meg. Szóval ez sajnos így van. Beszélgetésünk első részének a végéhez érve, minden beszélgető partnernál firtatom, hogy hallott-e a japán életfelfogásról, az ikigai-ról. Nem. Nagyon röviden összefoglalva, 4 pillére van. Ugye vannak ezek a blue zónák, a Földön 5 ilyen blue zóna van, ahol kiemelkedően gyakori a 100 éves egészségben, aktivitásban elért életévet felmutató emberek száma, és ilyen, egyik ilyen Okinawa. És a,
Az ikigainak tulajdonképpen a négy pillére arról szól, hogy szeress valamit csinálni, azt csináld jól, és amit szeretsz csinálni, és jól csinálod, arra a közösségednek, ami több, mint a családod, legyen szüksége, és a negyedik pillér, hogy mindezt ismerjék el, vagy közvetlen anyagi értelemben, vagy pedig áttételesen, hogy valami fejlődjön, ami neked fontos. Most tulajdonképpen az aktivitáshoz kötődik, hanem a mindenkori élethelyzethez. Neked ilyen megközelítésben voltak és vannak ikigaijaid? Én úgy látom, hogy igen. Szóval ehhez nekem ez közel áll. Hát egyrészt mindig szerettem, amit csinálok. Mindig szerettem kitalálni dolgokat, most akár munkába. Én találtam ki ezeket a félgömböket. A Dembski bunkóknak. A Dembski bunkóknak. A bollereket is én találtam ki, és vezettük be a Nagykörútnak a rekonstrukciójánál. Annak is van neve, de azt nem idézem. Igen, milyen verő, így van. Ez két kooperáció megrajzolt A4-es skic alapján születtek meg. Nagyon egyszerű, de egyszer megyek a Nagykörúton, és a BKV egy sárga műanyag trapéz keresztmetszetű műanyag elemeket végigszerelt a villamos mellé. És nagyon nagy szél volt, és ilyen szaharai homokvihar volt a Nagykörúton. Mert ez lezárta a homokozó villamosoknak, a eső nem tudta kimosni a homokot, és jött egy nagy szél, és szárazság volt, és porra végtelenség. És akkor azt mondta, micsoda baromság, hogy ez folyamatos. Ezt meg kéne szakítani. És ment a Nagykörút egészének a rekonstrukciója, és lerajzoltam, hogy hát csináljunk ilyen félgömböket, mert akkor a víz kimossa a homokot, és át tudnak menni az autók, ha nagyon helyzet, kell, ha olyan helyzet van, a mentő tűzoltó pláne, de nagy sebességgel ne menj át, mert az a tengelytörést okozhat. Hát azóta ebből millió darabokat gyártottak, mindenre használják. Egy A4-es papír volt, de hát érted, a rajz is akkora, a feladat is akkora. A másik, Dembski akkor nagyon akart, hogy a járdára ne tudjanak felállni az autók. És akkor jött akkori FKF, hogy igen, de hát 50 ezer forintba kerül egy ilyen öntvény, gyönyörű, olyan boller, amit ide kell rakni. És akkor én azt mondtam, nem, egy cső, ami egy közönséges cső, és ekkora öntvény legyen a tetején, amit beleütnek ebbe, lerajzoltam. A akkori FKF igazgatónak ez lett a prémium feladata, hogy gyártson le belőle, nem tudom én, 100 000 darabot, rengeteget, nem annyit, de sokat, és telepítse tele a várost, és telerakták ezzel akkor ezt a várost. Egy ekkora kis vacak. Tehát én borzasztóan élveztem ezeket a kis konstruktőr voltam igazándiból. Statikus mérnök vagyok, de nálam mindig voltak sokkal jobb statikusok, akik a matematikában, meg a számításokban otthonosabbak voltak. De a híd, voltak szabadalmaim a hídrészletekben, ezek izgattak mindig a legjobban, és ezzel komolyan foglalkoztam a kis hülyeségeken. Lánchíd, régebben. A láncok belemennek a merevítő tartóba középen, és ott eltűnnek egy darabig. És amikor az első díszvilágítását megcsinálták, akkor a láncokra rakták végig a lámpokat, de amikor odaértek a merevítő tartóra, ott arra rakták, és utána megint föl. És borzasztóan nézett ki, hogy egy láncba van egy törés. Aha. És én azt a abszolút primitív csalást elkövettem, hogy ezen a tört szakaszon a lámpáknak hosszabb egyszoros cső tartja. Hosszabb csöveket raktam be, és csalva lekerítettem ezt az ívet. Nem a láncokon fut a világítás ott középen, de messziről úgy néz ki éjszaka, amikor égnek a lámpák. Pitiáner marhaság, de én, hogy mondjam, baromi büszke vagyok rá, mert
egész városképbe ez egy egész más helyzetet ad. És csak ennyi kellett hozzá, hogy kiszámít csak egy parabolának a különböző hosszú colos csődarabjait. Így van. János, köszönjük szépen a beszélgetést és a beavatást a felkészüléseidre, a saját élményeidbe, a, hát nem mondom, hogy megküzdésedre, mert arról talán nem beszéltél, de arról igen, hogy, hogy 10 évet rádolgozva, most vagy 76 évesen fiatal nyugdíjas, tele hobbikkal, amik kitöltik az életedet egy nagy családdal a hátad mögött, és tulajdonképpen közösségi bekötések megtartásával, és az aktivitás szintedet, fizikai aktivitás szintedet is jó színvonalon tartva, noha elismered, hogy többet kellene mozognod, de hát 76 évesen még ezt lehet fokozni, hogyha már nem jársz be rendszeresen. Van itt a szobában, ahol beszélgetünk, néhány olyan tárgy, ami 150 millió év környékén mozog. Kezdjük a hobbiaid bemutatását nagyon röviden ezzel. De ezzel most itt tartunk egy pillanat szünetet, és ott folytatjuk, jó? Mi ez, amit a kezedben tartasz? Ez egy ammonita. Ammonitesznek hívják, de az tulajdonképp a többes szám. A Gerecse sütői mészkőbányái, ami már Mátyás király, sőt a rómaiak is kezelték, azoknak a köve az júrakori, tehát 130-140-150 millió éves üledék, tengerüledék, és abba kerültek bele ezek a lábas fejűek. És ezekbe a bányáknak a törmelékeibe, a kifejtett részeibe lehetett ilyeneket fejteni. Ez például egy Nautilus darab, ez még ma is él, ez a létező elem, amelyik Nautilus. Nautilus, ez is egy lábas fejű rokon volt ezzel, de az ammoniták azok kipusztultak, Nautilus ma is él. De az is 150 millió környékén. Ez is a környékén. Már lenyomat, ugye itt lenyomatok. Ez persze, ezek kövületek, tehát a belekerült iszap, a mészváz feloldódott, és hát világon nagyon sok helyen gyönyörű ilyenek vannak, hát nálunk azért nem annyi, de azért itt is vannak. Hol szebb, hol kevésbé szebb elemeket sikerül gyűjteni. Jártam egy kalapáccsal, meg egy vésővel, és a törmelék közt ezeket ott ki lehetett fejtegetni. Egy kis gyűjteményt gyűjtöttem ezzel, de gyűjtöttem sokkal fiatalabb kövületeket is. Itt Budapest közepén, ez például egy tengeri sűn, látszik az öt eleme, illetve egy pekten, amelyik a Shell jelvénye is tulajdonképpen. Ezek 12 millió év körül miocénkori. Azt mi állapítja meg, vagy honnan tudod ezt? Hát ehhez sokat kellett hozzáolvasni. Ott az a kőzet, az milyen korú, és milyen kőzet. Nem találni ilyet például a Gellért egy triászkorú dolomitjába, mert abban nem maradtak meg a kövületek. De a Jura mészkőbe igen, a miocén, ez inkább homok, ez még látszik, hogy mennyire hát még porózus, még kézzel is szinte ki tudom kaparni. De dolgot. Ott konkrétan 120 vagy ott 20 milliós 20 millió éves homok van benne. Hát vagy 12 ez például, mert ezt az ezeket le. Na most azért érdekes ez, mert ezek a geológiának szintjelző kövületei. Tehát van ilyenből, mit tudom én, 50 típus. Mondjuk ez egy filokerasz. Azt tudják, hogy az 131,5 millió évben volt ilyen. Később más forma van, más alakú, másmilyen. Tehát a geológusok a kövek meghatározására is használják ezeket a kövületeket, a lenyomatokat, vagy ezeknek a maradványait. Köszönjük szépen. És hát ami az érdekes, szeretnék egyet mutatni. Na. Járva, de hol vagy? Ez egy darab kavics. Úgy néz ki teljesen. Ez Tibetből van. Tibet? Tibetből, és ami a különlegessége. Az mi? Ott van benne, ugyanígy egy ammonita.
Aha. És ezt, na, ezt nehéz megtalálni, hogy fölveszel egy követ, hát ez az, hogy ami pont így néz ki. Aha. És a ketté, hát ketté vágtam? Nem én vágtam, mert ezt ott a helyiek tudják. Ja, százat ketté vágnak, és lesz egybe ilyen. Hát ugye most vagyunk a... Hát a műhelyszobának kineveztem ezt a szobát, ami most már kiürült, a gyerekek itt nőttek föl. Ez egy olyan hajó, amit én készítettem, a hajótestet is, a vitorlát is én szabtam, mondjuk így, hát nem szabász ez, de térben van, nem síklapokból áll, tehát ez egy elég bonyolult sablonokon lehet készíteni. Ez egy RG65 nevű hajóosztály. Ebből is versenyzek, ilyenből több is van, hogy a családtagjaimat is el tudjam vinni, azok mind ugyanez az osztályhoz tartoznak, amik ott fönt vannak. A legkedveltebb hajóm, ez az egyméteres hajó, azt nem én készítettem, az egy nagyon profi horvát gyártmány. Attól egyméteres, hogy? A hossza egyméter, ez az osztály neve is, hogy egyméteres. Ez a hát egyrészt egy gyönyörűen kidolgozott hajó, nagyon jó is, mezőnybe is jól állja a helyét. De azért próbálok jobbat csinálni nála, és itt mutatok egy mintát, hogy ez a forma, amit én faragok, csiszolok ki habból. Uh-huh. És erre a, mondjuk úgy, hogy sablonra kívülről gyártottam rá ezt a héjat, ezt az epoxi héjat, ami tulajdonképp úgy készült, hogy ebbe bele lehet tenni. Uh-huh. Erre a sablonra gyártom rá forma leválasztóval ezt a héjat, és hát ezen még sokat kell dolgozni, mire úgy fog kinézni majd, mint egy olyan hajó, de más alakú, más kiképzésű, abban reménykedem, hogy legalábbis bizonyos szelekben ez majd gyorsabb lesz, mint ez a profi. Ez ugyanúgy készült, mint ez? Ez ugyanígy készült. Mondjuk egy ilyenben mennyi munkaóra van, vagy ebben mennyi munkaóra lesz, hogy ez... Ebben nagyon sok lesz, mert lehet, hogy még szétszedem, meg még változtatok, de egy ilyet, hát ez egy heti munka azért körülbelül. Ez mit jelent? Napi 6 óra? Hát mondjuk 4-5-6 óra naponta, de inkább úgy több, hogy vannak kötési idők, amikor nem lehet mit csinálni, epoxi 3 nap, mire igazán csiszolható lesz, akkor addig nem ezen dolgozom, hanem hát nem mással játszok, azt nem számítom bele. Igen. Azt nem számítom bele. Tehát mondjuk úgy azt mondod, hosszabb, hogy ez egy 2 hét alatt meg lehet 40 csinálni. Munkaóra körülbelül mondjuk aktívan hát, egy ilyen, az igen, meg több igen. Az jóval több lesz, mert az egy, és nem csak azért, mert nagyobb, mert attól nem lenne több, hanem sok finomságot kell megoldani. Ha most odébb lépsz, akkor ott mindjárt mögötted látunk egy festményt, és ez az, a következő, hát ez az, amit 70 évesen kezdtem el, hogy festeni. Nem alakult ki stílusom, nincs is tanult stílusom. Igyekszem festők által... Ugye a festészet nem arról szól, hogy fényképezek. Nem pont azt festem meg, ami ott van, vagy amit elképzelek, az se precízen, hanem valahol egy festő, egy igazi festő az átereszti magán, és a lényegeket emeli ki. Na, ezeket próbálom eltanulni. János, én ezt értem, de örömet okoz neked, vagy nem okoz? Hogy ne okoz? Hát örömet. Akkor meg a többi, az mind másodlagos. Rengetegszer van az, hogy elkészült egy kép, és levakarom. És átfestem újra, mert nem tetszik, mert nem sikerült, nem az jött ki, amit én akartam. Nagyon jól le lehet szedni. És akkor mondtad, hogy ez is van olyan, hogy egy hétig is akár főképpen festett. Itt is attól függ, hogy mivel olajfestéknél az a baj, hogy nagyon lassú a száradási ideje. Tehát meg kell várni, amikor egy új színnel rá akarok menni, hogy előtte megszáradjon. Elővettem egy régi tabáni gyűjteményt, és abból vettem. Nem másolom a képeket, de azért másolok stílust, másolok ötletet. Ezeket próbálom összeszedni másoktól. Tehát amikor néha
igazi saját képet találok ki, azt aláírom. Amit a többit nem írom alá. Értem. Az jó a falon, jó a családban, a gyerekeknél, de nem írom alá. Ez például kicsi vacak, de úgy elégedett vagyok vele, úgy igazán. Hogy ezt úgy egy olyan igazi novemberi vagy decemberi ködös képet mutat, és egyszerű, és ez úgy tetszik. Van, ami nem sikerült, nem tetszik. Majd valamit csinálok belőle. Néha egyszerűbb új papíron elkezdeni, vagy új vásznon elkezdeni, néha egyszerűbb átfesteni, majd ez kiderül. De menjünk a késekhez. Valahol az erdőbe találtam egy csontot. És hát lehetett egy őznek vagy szarvasnak egy lábszárcsontja, nem tudom pontosan. De elindult, hogy mi a csodát lehetne ebből csinálni. Hát például egy késnyelet nagyon jót lehetne csinálni. Nem lett végül is az, de egyszerűen elkezdtem utána nézni a kés készítésnek. Rájöttem, hogy... Ez most mikor járunk? Hányba? 4 évvel ezelőtt. Tehát ez is már a... Már közel a nyugdíjkorhoz, és jóval, hát 70 fölött. És akkor rájöttem, hogy én kovácsolni nem fogok, mert olyan műhelyt nem fogok tudni berendezni, hogy kovácsolni. Tehát vagy veszem készen a késpengét, vagy veszem készen a kés acél, lapos acélt, és abból köszörülön csiszolom ki a dolgokat. Amivel tudok játszani, az elsősorban az, hogy szép fákat gyűjtök, és ez például egy svéd penge, de én választottam 3 olyan fát hozzá, ami valahol ezt az árnyalatot is adja, és közte rézlemez, vagy alpaka lemez, vagy mással díszítem. Keverem a műanyagot, a fát, a bivajszarvat némelyiknél. Nagyon szép fákat lehet beszerezni ilyen kisebb mennyiségbe, Afrikából dél-amerikai fák, itt Magyarországon beszerezhetők. És nagyon szép, hát pengék, nyelek készíthetők belőle. Ez egy damaszkuszi acél, amelyiket készen vettem. Én damaszkuszi pengét tudok csiszálni damaszkuszi lapos acélból, de ez egy gyári készítésű profi. De a nyelét, a markolatát azt én készítem. Mutatok egy példát egy félkészből. Ez valahogy úgy készül, hogy a készpengét fúróval végigfúrom ezeket az elemeket, összeragasztom, és ebből csiszolok majd ki egy valamilyen formájú késnyelet. Hát ez a különböző fák, a különböző anyagok jók lehet. Okay. Eddig hány munkaóra van benne? Ez nem olyan sok, mert ez egy néhány vágás és fúrás, ragasztás. Ez mondjuk 2-3 óra. Hát meg előtte még az anyagokat összeszedett hozzá. Jó, hát ez van, de az nem munka, azt megrendelem valahol, vagy gyűjtöm. Ja, értem. Ha kertből szárítom már évek óta. És akkor most akkor 6 óra, és akkor utána? Hát erre még egy 3 óra alatt, mert jó csiszolóim van. Tehát mondjuk ti csiszolóid, hanem te csiszolod, csak eszközeid jók van. Eszközeim jók van. Tehát mondjuk 10 óra alatt egy ilyen kést meg tudok csinálni. Így van. Persze, ahhoz tudni kell, hogy a kertünkből is elég sok fát gyűjtöttem hozzá, és már nem most, 8-10 éve gyűjtöm a fát, és szárítom, és ennek megfelelően most már jól használható. Tehát ez megint egy rákészülés volt, hogy a fákat gyűjtögetem, mert majd csinálok belőle valamit. Az például a hátunk mögött, az a kertből egy tiszafát ki kellett vágni, és felszeleteltem, és csináltam ezekből a korongokból egy képet. Tehát ezekkel lehet minden ilyet csinálni, csak készülni kell rá. Egy záró kérdés, megköszönöm a beszélgetést. A 65 éves életkorod előtt is már ki tudtad, hogy tovább fogsz dolgozni aktívan, lényegében változatlan hevülettel, vagy az akkor derült ki? Én 40 évesen nem hittem. Nem, 60. De 40 évesen nem hittem, aha, hogy tovább fogok dolgozni. De 55 évesen már
jól éreztem magam, és élveztem a munkát, és reménykedtem, hogy még ilyen leszek. Igen, hát 60 évesen vállaltam el az elnök vezérigazgatói posztot. És azzal, hogy hát körülbelül a nyugdíjkoromra majd erről lemondok, de nem akartam még akkor se abba hagyni, és persze ezt nagyon függött attól, hogy mennyire érzem magam hasznosnak persze. A cégnél, és ez volt a leglényegesebb döntő. Kaptam a szöveget a feleségemtől főleg, hogy vedd már észre, hogy már nem kell ezt már nekik. Én még ezt kicsit máshogy láttam egy darabig, és most így utólag is merem mondani, hogy jókor mentem nyugdíjba, de nem kellett volna hamarabb elmennem. Szóval addig még hasznos tudtam maradni. Szuper. Ez. János, további aktív és hasznos éveket. Köszönjük a vendéglátást!